Két hét szünet után szombaton Pápán folytatja az idei bajnoki menetelést a 10 forduló után a dobogó harmadik fokán álló DVTK labdarúgó csapata, amely riválisainál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Szokásos meccs előtti beharangozónkon Civis Tomislav, Antal Botond és Bori Gábor beszélt arról, hogyan várják ők a következő találkozót. Szombati mérkőzés kellemetlen kategóriába tartozik, azért mert Pápa legyőzte Fradit, legyőzte meg egy pár csapatot. Utána egy kis hullámvölgyben voltak, de jó csapatról van szó, ahol nálam legjobb magyar kapus, meg mindig az, mert Botti meg fiatal, a Szűcs Lajos véd, és ő minden szezonban hozott 10-15 pontot egyedül annak a csapatnak. Remélem, hogy most nem lesz neki olyan nap, hogy ez fog történni, de nekünk 3 pont a cél, és másról nem lehet szó. Nehéz mérkőzés lesz, mert a Pápa ott van a jó csapat. Nehéz ellenük pontot szerezni, de bízunk benne, hogy a játékunkkal meg tudjuk bontani a védekezésüket, és akkor tudunk gólokat szerezni, és 3 pontot el tudjuk hozni. Úgyhogy mindenképpen egy jó ellenfélen fogunk pályázni. Ez nem lesz könnyű, mert azt hiszem az Újpest sem tudott ott nyerni, a Fradiat ki is kapott, úgyhogy nem lesz könnyű ott játszani, de csak a győzelemért megyünk, ez biztos. Nem hagyunk, hogy jöjjenek fölfele nagyon, azért mert ha hagyjunk neki jönni a mi 30 méterünkben, akkor nagyon veszélyes, azért mert a Kenesei Krisztián meg mindig egyik legjobb csatár, és neki nem kell sok terület, hogy rúgja gólt. Neki egy méter nem vagyunk ott, az életveszélyes. Most ez a Popin gyerek is, ez a csatár ugyanolyan jó játékos, szóval fölfele azt mondanám, hogy egy kicsit erősebben, mint védekezésben. Szóval muszáj adni választ erre. Az viszont letámadás.